Ahogy a bevezetőben is láthattátok, frissítették a Dacia modelleket, és ehhez kapcsolódóan a tegnapi naptól elérhető egy új applikáció. Mutatom is, mit tud. Megnyitjuk az applikációt, és először kiválasztjuk a modellt, hogy melyiket szeretnénk. Majd, ahogy a képernyőn is írja, kiválasztunk egy részt, ahol szeretnénk elhelyezni az autót, és így gyakorlatilag a virtuális valóságban, egyébként ez a Dacia applikáció neve, vagy Dacia AR, vagyis Augmented Reality kiterjesztett valóság, megnézhetjük az autót. Most én éppen egy Dacia Renault szalonban vagyok, így a hitelesség kedvéért, meg így egy kicsit jobban is néz ki az egész, de virtuálisan most beraktam egy 7 személyes joggert, de ezt egyébként otthon, vagy az utcán, vagy a kertben bárhol megcsinálhatjuk. Ez a felvétel, amit láttok, ez ugye a telefonomnak a képernyő felvétele. Betettem ide a szalomba egy új joggert. Ugye látszik, hogy ez már az új megjelenésű autó, illetve ez egy teljesen új választható szín. Körbe tudjuk járni az autót, tudjuk kicsinyíteni, nagyítani, és ez most teljesen olyan, mintha az autó ott állna a szalomban. Marha jó pofa kis alkalmazás szerintem. Én a Dacia-tól megmondom őszintén, nem is számítottam erre. Ugye előzetesen már hallottuk, hogy lesz egy ilyen applikáció. Azt gondoltam, hogy ez valami tök gagyi dolog lesz, de baromi jól néz ki. Tényleg eszméletlenül jól megcsinálták. Most éppen beültem ugye az autóba. Itt belül is szét tudok nézni. Most az első sorban ülök. Körbe is tudok nézni, körbe tudom forgatni a fejemet, meg tudom nézni, hogy néz ki a második sor, kvázi oda is be tudok ülni, vagy egészen a harmadik sorba is, ugye ez az autónak három üléssora van, 7 személyes, ide is be tudok ülni, és meg tudom nézni, hogy néz ki belülről az autó, milyen színű a kárpit. Most ugye kiszálltam, és így körbe tudom nézni az autót. Természetesen választhatóak a színek is. Itt majd oldalt mindjárt mutatom. És így szépen az ember otthon is meg tudja nézni az autót. Természetesen az összes Dacia modell benne van az applikációban, illetve vannak gyors linkek, közvetlenül el tudok jutni a gyári online konfigurátorba. Illetve meg is tudom osztani az autóról készített képet. Az applikáció linkjét majd beteszem a leírásba, a következő videóban pedig találkozunk. Sziasztok!